és a könyv szakmai hátterét, Rémán Izabellát. Ismertetném az eseménynek a menetrendjét. Ugye 18 órára volt meghirdetve az esemény, egészen 19 óráig fog tartani. Közben bárki bármikor kérdezhet, egy hölgyét, Szabados Ágnes fogja majd a mikrofon az illetőnek odaadni, bárhol lehet bármikor. Illetve az esemény után lehet kérdezni külön a Andit, illetve Izabellát is a könyvről, illetve lehet linkáltatni az esetleg megvásárolt könyvet. Könyvet ugye ott lehet megvásárolni. Eddig, utóbbi két hétben elfogyott már több mint 1000 darab. Ez, ami itt láttok, 1020 darab, és amit láttok ott az asztalon, az a maradék. Most egy időszak lesz, amikor ezt újra legyártják, újra hozott papírból, ezt külön ki kell emelni. A könyv gyártása során törekedtek arra a készítői, hogy minél kevesebb hulladékot, csomagolási hulladékot termeljünk vele, és ezért is van egy kis átadás idejű úgy velük gyártva ismét könyv. Nos, akkor kezdjünk is neki, hogyha lehet. Megkérném Andit arra, hogy ismertesse azt, hogy miért is kezdett mégis, mi is írta meg ezt a könyvet. Hát ez jó kérdés. Ha tudtam volna, akkor lehet, hogy nem kezdem el, és nem csinálom végig. Bár most már nagyon örülök neki, hogy... Mit csináljuk? Bocsánat. Jó, akkor nem látom, hogy bocsánat. Elmény lettem ültetve. Szóval, hogyha tudom, hogy ennyi munkával jár egy könyvírás, akkor nem biztos, hogy belevágok. Rengeteg meló volt benne. Egyébként maga az ötlet onnan jött, hogy több ismerősöm mondta, hogy már annyi mindent összeírtam a blogon, hogy most már éppen ideje ezt könyvformába önteni. Úgyhogy addig hallgattam ezeket a dolgokat, hogy azt mondtam, hogy na jó, akkor vágjunk bele, kezdjük el. És akkor így szépen írogattam magamnak, ahogy egyébként a blogba is szoktam, és akkor egy egészen jól már összeállt a tartalom. Amikor összetalálkoztam Izával, aki közölte, hogy na hát ez nem erről szól teljesen, hogy csak így írogatunk, és hát akkor így élesben megtapasztaltam, hogy bizony a könyvírás az nem arról szól, hogy hát egy picit hogy összeírok egy-két dolgot, és akkor azt majd kinyomtatja egy nyomda. Nagyon kemény munka volt utána, amíg az olyan formába és olyan szerkezetbe került, hogy most itt lehet a kezünkben meg a kezedekben. Úgyhogy így indult a könyv, és így lett belőle végül könyv. Ez rövid volt és tömő, de alapvetően hogy osztottad be az idődet például erre? Tehát az, hogy három gyereked van, közösen nevitek férjeddel Balázsra, mellette főállásba dolgozol, közben egy blogot is vezetsz, rendezvényekkel jársz el, emellett hogy volt rá időd, hogy megérdezted ezeket? Hát nem sok időm volt, nem sok szabad időm volt főleg. Amikor nyaralni voltunk például, akkor volt a legnagyobb paritás, és akkor a Balatonparton is írtam ezerre a módosításokat. Tegnap este a Balázs foglalkozott a Panival, mert majd elaludt, de még hagyat kellett most, mert még egyéb problémák voltak, úgyhogy én meg ki se láttam még a munkából. Hát nem sok idő maradt, igen, így a munka, a háztartás vezetés és könyvírás dolgozatás mellett, ez már több, mint hobbi, ez már kőkemény munka, úgyhogy megdolgoztunk érte, de nagyon örülök neki, hogy eljutottunk idáig. Iza, és a Andinak a főkerését, hogy dolgozzatok együtt egy könyvön, azt miért fogadtad el? Hát ez nem egy felkérés volt ilyen formán, tehát nem egy hivatalos felkérés, hanem én idén mindig magánemberként is, és a kiadóban is tűzök ki éves célokat, és itt nem elsősorban a pénzügyi célokra gondolok, hanem hogy mit szeretnék ebben az évben megvalósítani. És a kiadó területén az volt a személyes célkitűzésem, hogy legyen az irodánk is, és a kiadó is zero waste, vagy hát legalábbis közelítő, tehát ugye ezt a kiadónál azért még kevésbé lehet megvalósítani, mint mondjuk egy háztartásban, vagy legalábbis ugyanakkor a kihívás. Viszont izgatott az a téma is az irodai léten kívül, tehát hogy ott hogyan tudunk hulladékot minimalizálni, hogy mire van szükség vagy igény a magyar olvasók körében, hagyományos könyvre vagy e-könyvre.
és erről készült egy kérdőív, illetve kicsomagolási élmény, tehát hogy miben csomagolunk, és hogyan postázzuk a könyveket, és erről készítettem egy kérdőívet, és megkerestem Andit, én nem voltam egyébként a csoportnak a tagja, megkerestem Andit és néhány olyan embert, aki ezzel foglalkozik, vagy csoportokat vezet, túl azon, hogy a saját közönségünket kérdeztük meg, mert szerettünk volna egy picit nagyobb fórumra lépni ezzel a kérdéssel, és így léptünk kapcsolatba igazából. Ő megengedte, hogy ezt a kérdőívet kitegyem a csoportban, nagyon jó információk jöttek. Ugyanakkor Andi azt is mondta, hogy hát ő gondolkodik egy könyvön. És akkor így találkoztunk, Andi kikerestem, és január 21-e. Január 21-e volt. Én ezt nem tudtam, vagy nem emlékeztem, de most Andi kikereste az elmúlt napokban, mert nosztalgiázott itt egy picit a találkozásunkon. Tehát január 21-én leültünk Gödöllön egy kávézóba, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni, hogy ez hogy kellene. Ezzel én is így vagyok, mint Andi, ha tudtam volna, hogy szakmai könyve írni és kiadni ilyen nehéz, akkor nem biztos, hogy ott ezt az ígéretet megtesztem, de így most utólag, tehát most tényleg az ünneplés pillanatai. Mi egyébként más profilú könyvekkel foglalkozunk, és eddig külföldi könyveket fordítottunk, tehát kézkönyveket úgymond adaptáltuk magyar nyelvre, aminek ugyanúgy megvannak a szépségei, meg a kihívásai. Könyvet írni egy első könyves szerzővel, ez nekem is első tapasztalat, és hát állíthatom. Megdolgoztunk. Igen, voltak hullámbeagyolt hullám, voltak mindenféle, egy egész hullámvasút valóban, tehát mintha azt mondtuk, hogy na most kész vége, és nem bírjuk tovább, és elég volt, és ami csak rossz összejöhet, az összejött. Aztán voltak olyan nagyon munkás időszakok is, amikor a hasunkat fogtuk a nevetéstől, mert jól éreztük magunkat. Azt gondolom, hogy megérte. A könyvnek a 7. oldalán van egy előszó, amire bemutatja Andi, hogy miért is ilyet kezdett el írni. Ebben rólam is szó esik, illetve Izabelláról. Én a lelkes, vagy most lányos zavaromban elfelejtettem bemutatkozni, Szerenyi Péter vagyok. Én a Jön Alapítványnak vagyok a kuratóriumi elnöke, és így lettem fölkérve az eseménynek úgymond a lebonyolítására. Illetve a könyvben azért van megint az én nevem, mert én voltam az egyike Andinak úgymond a hátterébe, aki ezt a könyvének megírására ösztönözte. Mi az Andival a Jön Alapítványban rendszeresen itt dolgozunk, az alapítványunknak egy szakmai stáb tagja, és úgy gondolkodunk, hogy olyan csapatunk van, aki minden egymást úgymond építjük. Tehát Andit itt támogattuk a könyv megírásában, illetve ösztönöztük, hogy minél jobban teljesen ki benne. Ez az én részem volt, köszönöm. Aztán... de hát ezt akartam mondani utólag. Miért gondolkodtál abban, Andi, hogy könyvet írsz van szempontból, hogy már van hasonló, de igaz, külföldi írótól, Bea Johnsontól egy hasonló jellegű könyv. Milyen másabb ez a könyv, mint a Bea Johnson könyve? Annyiban mindenképpen, hogy ez magyar tapasztalatokon alapul, és magyarországi viszonyokra van kitalálva. Gyakorlatilag az itthoni lehetőségeket és az itthon megvalósítható ötleteket tartalmazza. A Bea Johnson könyve egy nagyon-nagyon jó alapkönyv. Én is igazából az ő cikkei alapján indultam neki 3 évvel ezelőtt ennek az életmódnak. Viszont nagyon sok minden az ő tapasztalatai volt, itt nálunk Magyarországon nem feltétlenül, vagy nem egy ezekben használható. Úgyhogy azért gondoltam, hogy egy magyar könyv íródjon ebben a témában, ez valahol egy hiánypótló anyag. És hát ugye itt ebben a magyar beszerzési helyek, a magyar non-profit szervezetek, a saját magam által kisvárosban megtapasztalt lehetőségek azok, amikre épül az egész könyv. Úgyhogy ennyiben más és ennyiben helyi, legalábbis magyar könyv. Izabella egy kiadót is vezet, tudom. A te kiadói munkásságod mennyire mélyül el a könyve tudatosságban, például baráti gondolatokban? Tematikájában mi más könyveket adtunk ki eddig, főleg szabad tanulással és szabad játékkal, gyerekneveléssel kapcsolatos könyveket, ezért talán rendben jó is, és egyébként a törzs olvasói közönségünkből sokan megkérdeztek, hogy jön a dob ki a szemetest ebbe a
portfólióba. Egyrészt úgy, hogy engem személyesen, tehát ugye magánszemélyként elköteleződtem az életmódváltás mellett, és lépésről lépésre haladtam. Idén ugye, ahogy említettem, a cégbe is ezt a kihívást állítottuk magunk elé. Valamiben sikerült, valamiben nem. És az Andival való barátság is azóta talán állíthatom, hogy ez a barátság. Ugyanakkor én azt gondolom, nézzétek majd meg a könyveinket, a gyerekneveléssel kapcsolatos könyvek, én azt gondolom, hogyha a gyerekeknek megfelelő példát tudnánk mutatni, tehát nem megtanítani őket, hanem magunk élnénk azt az életet, ahogy élni kellene, meg egymással lennénk jóban, meg a gyerekekkel, akkor mondjuk egy másfél generáción belül már nem kellene megmenteni a világot, sem a fókákat, sem a bálnákat, sem a méheket, sem meg a környezetet, meg magunkat, és nem kellene könyveket írnunk. Most ez így lehet, hogy viccesen hangzik egy könyvkiadó szájából, hogy neked se kellene a hulladékot szedni az árok partján, hanem a Balaton partján nyaralgatnánk és iszogatnánk a limonádénkat. Tehát, hogy nagyon messziről így függ össze, én olyan könyvek kell szeretek kiadni, amivel személyesen is tudok azonosulni, és így jött ez a portfólióba. Azt is tapasztaltam egyébként már, amikor a kérdőívet feltettük, de most a vásárlásoknál is, hogy azért az olvasóközönségünk nagy átfedéseket mutat egymással, tehát hogy az a típusú gyermeknevelés és gondolkodás, illetve a környezetvédelem, tehát van, aki a gyermeknevelésből jön a környezetvédelem felé, van, aki a környezetvédelemből a gyermekvédelem, ez most így nagyon hatósági módon hangzik, de hogy ha elkezdünk a gyermekeinkkel békésen és szelíden bánni, akkor előbb-utóbb rájövünk arra, hogy az állatokat is, vagy a környezetünket is, vagy egymással is másképp kell bánunk, vagy fordítva van, aki esetleg nincs saját gyerek, a környezetvédelem oldaláról indul, de ha mondjuk már évek óta dolgozik azon, hogy védje az állatokat szeriden és kíméletesen bánjon vele, akkor előbb-utóbb a saját gyerekével vagy a környezetében lévő emberekkel is másképp fog bánni. Tehát nem látok. Tehát azt látom a közösségünkben, hogy valahol elindul ez a hangyal, és ugyanott jöttünk ki, és akkor ezekben a csoportokban elég nagy átfedés van. Tehát a mi olvasó közönségünkben, meg még egy-két témában, amiben mi benne vagyunk, illetve a környezetvédelem, ezek nem egymástól elválaszthatók, sem elvi szinten, sem közönség szinten, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt a könyvet így bevállaltuk. Andi, már 2016 óta vezeti a blogját, a közvetes blogját. Milyen tapasztalatok vannak? Az emberek többsége mennyire evő erre, mennyire akar áttérni a környezettudatosabb háztartásra? Ez nagyon érdekes dolog, mert amikor én annak idején elkezdtem ezt a blogot írni, akkor semmilyen hátsó szándékom nem volt, jó értelemben véve hátsó szándékom nem volt vele, hanem csak egyszerűen meg akartam mutatni a közvetlen közeli ismerőseimnek, hogy mibe vágtam a felszínen. És hát ezek az ismerősök egyre többet mondogatták, hogy de azért indítsak meg el egy Facebook csoportot, hiszen ott azért összeélhetnek a hasonló gondolkodás emberek. Nagy nehezen beadtam a derekamat azzal, hogy jó, hát majd 10-20-at elbeszélgetünk egymással, végül is ennek is van értelme tulajdonképpen. Ehhez képest a 3 év alatt 18 ezer főnél is többen lettünk. Ami egyetlen azt mutatja, hogy erre a témára van igény, és az ember nagyon sok nő-férfi vegyesen kortól, nemtől függetlenül érdeklődik a téma iránt, tehát sok embert érzékenyen érint, ami most keresztül megy a világ, a személy probléma területén. Arról tudnám beszélni, hogy honnan indultál? Tehát mik voltak azok a sötét foltok, ami esetleg még mások is itt talán esetleg szembesülnek otthon a művény, úgy érzik, hogy tényleg ciki, de még nem tudják megérni azt a lépést, hogy tényleg jó, akkor odaállok, és akkor innentől kezdve megkeresem azt a módját, hogy tényleg egy környezetbarát módon, vagy nullakadékkal végezzem el, vagy tüntessem el. Mindig más az, ami nehéz. A legelején volt két olyan dolog, ami nagyon egyszerű volt, azt azonnal meg is tudtam változtatni, itt már a tetvalasztal a lejnozacskó, és ahogy így haladtam előre, mindig azt gondoltam, hogy jó, hát az, ami már túl voltam, meg amit már megszoktunk, meg beépítettünk az életmódunkba, az olyan könnyűnek tűnt, olyan egyszerűnek tűnt. És mindig voltak újabb és újabb nehézségek, ami aztán egy kis idő után már nem is értettem, hogy ezt miért láttam nehéznek. Hát mondjuk
a legnehezebb nekem jelenleg, hogy a Dunakamit csak azt nem vehetem majd a fülön, mert szembe megy az elveimmel, de azért a Balázs mindig megveszi a Dunakamicsot, és nem szoktam azt mondani, hogy jaj, hát nem kellett volna, mert arról nem tudok lemondani. De hasonló például most a Panninak vettünk egy csokit, mert megívánta, és hát vannak ilyenek, de én azt gondolom, hogy ettől még nem leszek sem rosszabb ember, ugyanúgy tükörbe is tudok nézni tőle. Azt gondolom, hogyha az embereknek a nagy része ilyen szinten élné az illetét, és ennyi hulladékot termelni, mi is mondjuk egy hónapban egyszer megvenni egy tábla csokit, mondjuk akkor már megváltottuk volna a világot. Tehát én bízom ennek, hogy sokan követnek majd. Mennyi az a hulladék, amit termelt? Hát az, hogy mennyi, azt így nehezen tudom meghatározni, inkább úgy tudom meghatározni, hogy mennyi, milyen mennyiség volt régen, és ahhoz képest, hogy változott. Három évvel ezelőtt heti, hetente vitték akkor is a szemetet, és tele volt az a nagy kommunális, azt hiszem 110 liter. Most hát 6-8 hónap alatt telik meg ez a 110 liter, tehát jelentősen, drasztikusan lecsökkent a mennyiség. De ebbe a fetőn szelektív hulladék az nincs benne? Nincs. A szelektív hulladék az külön van, az szintén ilyen 110 literes zsákokba gyűjtjük, az olyan 3-4 havonta telik meg. Az meg szintén hetente egy volt. A közönségnek szólok, hogy ha kinek esetleg kérdése van, nyugodtan tegye föl itt a mikrofon, és akkor közvetlen hatok nyugodtan. Igen, tehát csak nyugodtan. Ha van kérdés, akkor az eddig elhangzottakkal kapcsolatban vagy, és a későbbiekben. Igen, akkor. Nagyobb változásnak, mint a másikat. Igazából én azt gondolom, hogy ahogy telt az idő, akkor mindig, tehát azért rendszeresen felülvizsgáltam, hogy milyen szemeteket dobunk ki. És én az a fajta ember vagyok, aki szereti minél gyorsabban, minél hamarabb mindent intézni, úgyhogy én a mostani állapotnak szerintem a 3/4-ét körülbelül az első 2 hétben megoldottam, és drasztikusan váltottam. Persze több-kevesebb sikerrel tárgyaltak a kísérletezési fázisok. Ilyen volt mondjuk a fogkrém vagy a kozmetikumoknak arra való átállás, alternatív megoldásokra való átállás, mert nem minden ment úgy elsőre, ahogy én azt elképzeltem. Ráadásul a család is azért bizonyos szempontból ellenállt néha, amit úgy kell érteni, hogy nem a tendenciával álltak szembe, hanem mondjuk elkészítettem egy tusfürdőt, és akkor mondták, hogy na hát köszönjük szépen, az nekik nem jön be. Úgyhogy ment tovább a kísérletezés egész addig, amíg nem találtam egy olyan formulát, ami mindenki elérettségére vált, és akkor így megtaláltuk a megoldást. Hát ami nagyon nehéz jelenleg, az ezek a rákcsák, mert azért még mindig bejönnek ezek a rákcsapérék. Chipset ezt nem szoktunk venni, mondjuk ez ilyen mogyoró, ilyesmi, az azért előfordul, azt mondjuk többé-kevésbé azért magukat meg tudom venni csomagolás nélkül, de azért vannak olyanok, ami nem működik. Ami nagy nehézség például, amikor vendégek jönnek, vagy vendégségbe megyünk, az például egy kimondottan nehéz helyzet, mert bár Bea Johnson azt mondja, hogy ő a kaputól visszaküldi, visszatessékeli a vendéget, aki éppen olyan ajándékot vagy ennivaló rákcsapérhoz, én erre nem vagyok képes, én nem gondolom, hogy rá kellene ilyen szinten erőltetnem az én életmódomat a környezetemre. Azért a többnyire elmondom mindenkinek, aki jön hozzánk, például most a Panninak volt szülinapi bulija, úgy lett az egész meghirdetve, hogy lehetőség szerint ne, ehhez képest azért csak került be egy petpalasz, egy darab, hál' Istennek csak, meg egy zacskó chips került, de a többi az mind olyan volt, ami tényleg így belefér ebbe az elgondolásba, illetve az életmódba.
de én igyekszem azért nem ráerőltetni sem a családomra, sem a környezetemre. Bár még így is szoktam mondani a Balázs, hogy na, Ácsi, kicsit lassítsak. De igyekszem nem túl erőszakos lenni. És Iza, a könyvben való közreműködés fejlesztése közben mennyire váltál közvetítősebbé? Nagyon igen, tehát hogy előtte is voltak lépések, nem véletlenül kerültem ebbe a témakörbe, viszont sokkal többször bűnöztem olyan értelemben, hogy akár egy nánozacskóval, vagy csomagolt élelmiszerrel, vagy nem tudom, a petpalackot, ezt már korábban kiiktattam. De most meg egy ilyen önellenőrző faktor lépett be, hogy néha azért így nyúltam volna valamihez, és akkor így, hát nem már, hát most írjátok az Andival ezt a könyvet, hát ez nagyon ciki, és nem más ellet kellett elszámolnom, de így többször rajta kaptam magam, hogy nem már, hát ez olyan ciki, hát ez magam előtt ciki, hogy itt most könyvet írunk, aztán közben meg sunyiban meg más csinál. Tehát, hogy ez így rá. Úgyhogy ezzel egyre gyakrabban kaptam magam rajta, és most nagyon sok mindent sikerült tényleg életmódszerűen megváltoztatni, és hát már néhány, ugye a könyvnek a szerkezetéről még nem beszéltünk, de van, aki már látta, tehát egy kezdő haladó és ugye extrém vagy szuperhaladó, most már néhány szuperhaladóval is próbálkozom. Én is még azért keresek megfelelő megoldásokat, mert nem mindig olyan könnyű átállni, meg a kényelmi szempontok azért ott vannak, de én azt gondolom, hogy fokozatosan kell, tehát hogy nem erőszakkal, meg magamnak is, tehát hogy oké, legyünk hitelesek magunkkal szemben, de most azért nem esik ránk a tető, ha néha másképp alakul. Igen, amikor csomagoltunk valamelyik nap ezzel órákon keresztül, akkor pizzát rendeltünk, jó kínyen. Kopogott a szemben. Ilyenek vannak, de ettől még ez nem rosszabb, azt gondolom, mindenkinél előfordulnak olyan helyzetek, amikor hozzányúl a kényelmesebb eszközöknek. Sok helyen látni azt, hogy befőttes üvegben van külföldi példák, akár még hazai példákat is lehet látni, hogy valaki az éves szelet mennyisége egy befőttes üvegben elfér. Ez mennyire lehet reális? Az, hogy mit tartalmaz az a bizonyos befőttes üveg, az nagyon sok mindentől függhet. Belerakja a szelektívet, vagy nem rakja bele. Én nem igazán hittem sosem abban, hogy majd egy befőttes üvegbe fogom fűteni a szemetemet, és majd azt felmutatom, hogy ennyi szemetemben. Inkább a változás az, amiben én hiszek, hogy azt mondhatja valaki, mondjuk, hogyha nem magamról beszélek, nem bárki a közönségből, vagy az olvasók közül, vagy az országban bárki, hogy mondjuk megteszi azt a lépést, hogy mostantól akkor lemond a petpalackos innivalókra, és akkor onnantól kezdve mondjuk az egy drasztikus változás az ő életében, hogy azt a lépést megtette. Tehát nem az a cél, hogy most belefér egy befőttes üvegbe a szemetünk, hanem az, hogy egy élethelyzetből el tudtunk jutni egy olyan helyzetbe, vagy egy olyan állapotba, ami sokkal tudatosabb, és a környezet, illetve a saját magunk szempontjából sokkal jobb a szemét mennyiségét tekintve. Tudnátok arról beszélni itt a nézőknek, a hallgatóknak, hogy is épült fel ez a könyv? Említetted ezt a fogadatokat, kezdő, haladó és extrém. Igen. Eredetileg hardcore volt, de lebeszélt róla. Igen, igazából három fő része van a könyvnek, ez a kezdő, haladó és szuperhaladó, és mindegyik fejezeten belül hat a rész van, ami már tematikus. Van egy szemléletmód rész, egy bevásárlás, konyha, fűtőszoba, kert. Kész? Ez nem csak a tartalmi jelzében benne van, ugye? Igen. Ki találja meg? Tudjátok, mi az utolsó, nem teszem. A kert az utolsó, nem tudom, hogy hol. Valaki amúgy nem olvasta a könyvet? Valaki ez nem regény. Igazából hétfőn kezdtük el kipostázni, tehát én nem kap senki egyest, ha még nem olvasta végig. Takarítás, igen. Ott a pont. Igen, szóval tematikusan építettük föl a nagy fejezeteken belül, tehát igazából, hogyha valaki
bármilyen a háztartáson belül bármelyik részre szeretne választ kapni, és tudja, hogy nagyjából milyen szinten áll, akkor viszonylag egyszerűen megoldásokat tud találni egy következő szinthez. Van egy ellenőrző lista könyv végén, ott viszont folyamatosan tudja követni, hogy mi az, ami már megvan. Ugyanis az, hogy mi beosztottuk kezdő, haladó és szuperhaladó részre a könyvet, az csak a mi elgondolásunk, elképzelésünk. De nagyon könnyen lehet az, hogy valakinek mondjuk a mosatópálya használata egy babánál, az én tök alap dolog, és fel sem merül benne más, és neki az nem tűnik extrém kihívásnak, vagy extrém változtatásnak, másnak viszont cserébe mondjuk Coca-Cola függő, és amit Cola függő, bocsánat, nem márkázunk, és a PEP palasztól emiatt nem bír lemondani. Tehát mindenkinek más az a szint, amit könnyűnek, nehéznek, vagy extrém nehéznek titulál, úgyhogy hiszen mindenki más, mindenki egyedi, és ugyanígy a háztartások is emiatt teljesen egyediek tudnak lenni. Úgyhogy igazából az, ahogy mi ezt beosztottuk a három nehézségi fokra, az inkább egy iránymutató, és pontosan emiatt jó ez az ellenőrző lista, mert jobban lehet látni, hogy ja, hogy nekem ez már a szuperhaladóba megvan. Egyébként ez borzasztó motiváló, hogyha még szinte el sem kezdtem a könyvet, de már rögtön az ellenőrző listának a nehéz pontjait ki tudom pipálni, de jó, ez már megvan. És akkor nagyobb lendületet ad a többi feladat előtt. És akkor minden téma végén van az érdekesség rész. Így van. Igen. Az érdekességek, ez tényleg nagyon változatos. Tehát van ilyen történelmi visszatekintés, vagy vannak bakik. Randinak a baki. Erről be tudsz számolni nekünk? Ez így tőlem? Hát szerintem az, hogy mi van benne, arra most így hirtelen nem tudok mit mondani, viszont a napokban volt téma pont a használt olajnak hova tegyük a használt olajat, ha valaki olajat használ. És akkor így elmeséltem a Péternek, hogy ja, hát hogyha tudnák a csoportban, hogy én mit csináltam még jó pár évvel ezelőtt, akkor lehet, hogy meg kidobna egy hátast. Hát mert én azzal, tehát az egy dolog, hogy kidobtam a sima kommunálisba a használt olajat, de ezt azzal tetéztem, hogy mindezt 40 zacskóba csomagoltam biztos, amit tuti. Na most ez például nincsen benne, és ne is keresse senki se ezt a példát, ez a lehető legrosszabb, amit tehettem, de hát változtam én is, és nem tudom, hogy ez nem volt jó, szerencsés. Arról a használt olajról van szó, ugye mint étkezés során keletkezik, tehát a sült kumpit egymás, és sajnos vannak a háztartások még majdnapság is, akik a befolyóba öltik bele ezt az olajat, ezzel több liter édes vizet szennyeznek be, aminek a tisztítása egy hosszabb folyamat. Erről rendszeresen szokott ugye a Andi is beszámolni a blog bejegyzésébe, illetve a könyvben is van benne utalás. Kérdés? Esetleg valakinek? Hát ugye Bea Johnsonnak az előadás végén képeket mutat, meg mesél, hogy mennyit sikerült, mert ugye ez a hulladékmentes élet, ez jelentős megtakarítással is jár, és ez úgy gondolom, hogy a magyar lakosság felé egyébként ez ilyen vonzó is lehet, motiváló, hogy így, ti például nyomon követtétek el azt, hogy hány forinttal lettetek mondjuk gazdagabbak, vagy tehát valamiféleképpen. Igen, a könyvnek van is ilyen rész, egyébként minden egyes tippnek a végén szerepel egy megtakarítások című alrész, ami kimondottan azt mutatja, hogy azzal a lépéssel az én saját háztartásomban én nagyságrendileg nekkora összegeket takarítottam meg a családi kasszában. Tehát gyakorlatilag ezzel az életmóddal elég jól lehet tudom spórolni. De mivel hogy ez az életmód nagyon könnyen át tud menni egyfajta divattá, ami egyébként nem baj, mert majdnem mindent, hogy divat miatt csinálja ezt valaki, vagy pedig környezetvédelmi meggyőződésben, hogyha átmegy divattá, és valaki azért csinálja, mert hogy ez szép ez a letisztultság, ez a környezet, ami körülveszi ezt a fajta életmódot, mondjuk egy lakáson belül, akkor nagyon szépen el lehet szállni. Tehát akkor megveszem jó drágán a 20 darab csatos üveget, hogy szépek legyen és egyformán, ahelyett, hogy használnám mondjuk a meglévő otthonit, és ugye pontosan Bea Johnson is utalt erre, hogy annak a bizonyos öt szabálynak az egyik legfontosabb pontja, hogy szüksége van-e rá. Az az első gyakorlat, tehát, hogy a fogyasztásunkat azt optimális szinten tartsuk, és akkor érjük el igazán a célunkat, és hogyha ez megtörténik, akkor viszont valós megtakarításokat lehet elérni ezzel az életmóddal. Köszönöm.
mert féltem, hogy beleszik szokok. Kérdésem a következő az lenne, hogy mennyire hittek az, hogy a könyv által az emberek ösztönösze lesznek arra, hogy tényleg erre áttérjenek? Erre az életmódra, hogy odafigyeljenek. Ösztönöz erejét, kérdezem, mennyire... Kérdés, eddig kiválaszolja. Hát nagyon reméljük. Én azt gondolom, hogy Andi a blogján nagyon sok információt megosztott, mégis újra és újra fölmerül a csoportban is, hogy kezdő vagyok, hol induljak el, hogyan tudnám, tehát hogy ehhez felelni struktúráltabb formában. Nyilván el lehet indulni az interneten is, és lehet böngészni, és továbbra is böngészni fognak az emberek, tehát nem ez lesz a biblia, amit kinyitok, és akkor csak ebből vagy. De hogy mégis ad egy struktúrát, egy szemléletmódot, meg talán egy biztatást is arra, hogy lehet, és nem lehet, vagy nem kell elveszni annyira a böngészőkben. Meg ez szerintem korosztályos kérdés is. Tehát hogy egyrészt az életmódváltás is, másrészt pedig az internet használat, vagy az információ használat, tehát hogy nem utolsó sorban a mi felmérésünkben is az jött ki, hogy hát az elkönyv van egy bizonyos réteg, és egy bizonyos életkor, akik használják és nagy részt használják, de azért még mindig 60% fölötti az, aki azt mondta, hogy vegyesen használja, de még mindig a hagyományos könyv felé, és 13%, hogy most nem tudom fejből, de hogy viszonylag alacsony még mindig azoknak a száma, akik azt mondták, hogy csak e-book meggyőződésből. Most nem is ebbe a témába akarom elvinni, de hogy azt tapasztaltuk, hogy korosztályban is, tehát ugye, hogy nagyon tág közönséget szólítunk meg, és van, aki még mindig jobban szereti a könyvet forgatni, mint az internetet böngészni, meg ezt nem utolsó sorban lehet a konyhában, meg a nappaliban is tartani, meg este lefekvés előtt is, tehát nem csak a gép előtt, tehát hogy ebben találni egyensúlyt, de nyilván egy könyvben nem tud minden beleférni, tehát nem tud az összes recept, az összes tipp, az összes minden, ez egy folyamat, és mindenkinek más a hangsúlya a saját életében is, meg van, aki mondjuk a táplálkozást is sokkal extrémebbre tudja vinni, mint más, tehát most nem fogunk beletenni ételrecepteket. A másik, ami felmerült, de ugyanúgy elengedtük, hogy mondjuk a házépítés, vagy a belső építészeti kialakítások, vagy hogyha lakberendezés, tehát hogy megnyitottunk témákat, és azt éreztük, hogy ha nem húzzuk meg a vonalat, akkor 8 évig fogjuk írni ezt a könyvet, és soha nem érünk a végére. Tehát hogy tényleg megpróbáltunk konkrét dolgokat is beletenni, de sokkal inkább szemléletet, hogy mennyi területe van az életünknek, amiben el lehet indulni, és ez nekem saját tapasztalatom is egyébként, hogyha az ember elkezd így gondolkodni, akkor egyre inkább tűnnek fel azok a területek a saját életében, hogy ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg akkor már, ha már minden, akkor már ha új házat veszünk, vagy új autót, akkor, tehát hogy mikor már nagyobb léptékű dolgok jönnek, akkor már azt is másképp gondolom át. Igen, és el tud kapni nagyon a lendület, tehát ilyen teljesen bele lehet lovalni az emberekbe, a jobbunkat, hogy Úristen, most vettünk egy csokit, és akkor most azt a papírt, most akkor, és teljesen rosszul tudok lenni az ilyenektől néha. És teljesen így el lehet benne merülni, hogy akkor most még egy lépéssel tovább, és akkor jaj, most akkor mi az a szemét, ami megint bekerült, és akkor azt még inkább hogy lehetne megoldani. Tehát nagyon, nagyon el lehet mélyülni benne, és ha minden részre kitértünk volna, hát akkor még, igen. Akkor még érnánk, és akkor öncélban írogatnánk ezt a könyvet, és nem mondjuk neki. Sokszor van az a kérdés, hogy jól tudom, vagy megszem, többször meg is kaptad azt, hogy hogyan el időt, mert hogy a mai felgyorsult fogyasztói világunkban alapvetően nagyon nehéz kikerülni ezeket a kis bűnözéseket, és sokan így mondom, bele is fásulnak el, és nem is keressük már, mert úgy érzik, hogy nincs nekik erre idejük, hogy még a munka a család mellett még ezzel is foglalkozzanak, hogy melyik szelektívre kell bedobni az adott hulladékokat, illetve nem keresnek olyan alternatívákat, olyan boltokat, ahol mondjuk csomagolás nélkül lehet vásárolni. Erre van idő, vagy? Igazából ez akkor volt jelentős idő, hogy kell azt mondani, tehát akkor tartott tovább az erre való felkészülés vagy átállás, amikor az egészet kezdtem, az egész indult. Mert akkor ugye fel kellett térképeznem a helyi lehetőségeket, hogy ott Gödöllön milyen lehetőségeim vannak, hova tudok menni vásárolni, hogy tudom megoldani, és ez mondjuk egy párnapos kutatómunka volt gyakorlatilag, de onnantól kezdve, hogy megvoltak a fix helyek,
és a fix alternatív megoldások, onnantól kezdve ez már nem jelentett időtöbletet, hiszen majdnem mindegy, hogy egy hipermarketbe töltök el egy órát mondjuk, és akkor ott megveszem a zacskós dolgokat, vagy pedig ugyanezt az órát eltöltöm mondjuk a piacon, meg a kis üzletekbe, és ott megveszem ugyanazt a terméket csomagolás nélkül. Ami a legfontosabb, de itt is a tudatosság. Előre kell egy kicsit szervezni, előre kell kicsit gondolkodni, jobban oda kell figyelni. Nem is feltétlenül abban van a nehézsége, hogy most csomagolás nélkül vásároljunk mondjuk, hanem abban, hogy előre kell kitalálni, hogy mit szeretnénk. A reggeli mindig azzal kezdem, hogy végig gondolom, hogy aznapra szükségem van-e bármit is vásárolni, és ha igen, akkor azt hol és milyen módon tudom megtenni, és úgy intézem a napomat, tehát egyfajta szervezési munka csak, de nem igényel többet időt, mint a korábbi életemben, amikor nem vettem, amit nem szükségettem. És a ABC-ről boltok mennyit tudtak erre az életmódra? Maximálisan a 3 év alatt egyetlen egy olyan üzlettel találkoztam, ahol azt mondták, hogy ők nem támogatják ezt, és nem is adták úgy ki nekem az árut. Minden más volt, de még az ilyen láncok is segítottak rá. Tök el a hústermékek is? A hús az egy problémásabb terület, de egyébként ott is az volt az egyetlen üzlet, ami visszautasított, egyhentes volt. Tehát ugye a húsfogyasztást is egy kicsit azért igyekszünk csökkenteni, de egyébként megoldható, tehát ott is nyitottak az üzletek, itt inkább a magyar jogszabályok azok, amik kicsit szembe mennek a csomagolásmentességgel, mert nem vehetnek be külső dobozt. Ha megteszik, akkor saját felelősségükre tehetik meg, de általában nyitottak a felvágottos vagy hentes üzletek is, és nem döngenek körbe engem legyek, akkor nem utasítanak vissza. A bemutatkozónál tettél egy csoportot, egy Facebook csoportot, igen. A háztartási hulladékgyűjtő csoportot, most mennyien is vannak? 18 000, Ági, te tudod jobban, 18 100 mondjuk. És ez a csoport mennyire aktív, hogy ez az, hogy mi a tendencia, mennyire lépnek, mennyire gyorsan lépnek, mennyire hát, körülbelül 8000 fő volt, 8000 tag volt, amikor a Bogit bevettem magam mellé. Nagyon nagy segítség volt az első időben, mert akkor úgy éreztem, hogy most elég volt, tehát nem bírom ezt a rengeteg. Hát az, hogy naponta 100-150 plusz jelentkező jött, és azokat megszűrni, és naponta 20-30 poszt várt jóváhagyásra, amit be kellett volna engedni, és átnézni, hogy mondjuk nem autót akar-e valaki értékesíteni, tehát azért meg kellett nézni, hogy témába vágó legyen a téma, vagy a bejegyzés. És akkor kezdtem el kicsit nyitni így más irányba, hogy valaki segítsen ebbe, hogy Bogi nagy segítség volt először, utána még két hölgyet, az egyik az Ági, a másik pedig a Szűcs Rita, aki Kecskeméten, aki nem tudott sajnos itt lenni most, és így tudjuk kezelni. Jaj, szia! Esetleg fel tudnátok állni, ha már jól voltok van szó? Jaj, tastot érdemelnének, ha lehetne. Úgyhogy köszönöm nekik, mert ugye oda akartam csak kiukadni, hogy mennyi munka ez. Hát amióta ők vannak, azóta nekem nincs vele dolgom. Én nagyon tudom, én gyakorlatilag meg szoktam lepődni, mondtam is, kérdeztem úgy karabalás, hogy mennyi lépő van általában naponta. Hát mondom, elképzelésem sincs, mert amikor én ránézek a gépre, akkor ilyen egy-két ember nézek, hogy jóváhagyásra várom, hogy beengedjük, mert pillanatok alatt lekezelik a helyzetet. Hát azt látom, hogy folyamatosan nő. Egyre többen vannak. A Bogi volt említve, mint egyik segítője Andinak. Ő és Andi még május elején, május előtt áprilisban kitalálták azt, hogy szervezzünk egy flashmobot, ami arról szólt, hogy csomagolásmentesen vásárol mindenki. És így Andival és az alapítványokkal karöltve megszerveztük a Lehel térre május 12-ére a flashmobot úgy, hogy közben ráhirdettünk egy teljes hónapos kihívást az embereknek a csoportba, ez a csomagolásmentes május néven futott, és ez olyan mértékű nézőségnek örvendett, hogy fontosan kaptuk az olyan megosztásokat, tudom kihirdetve, hogy hashtaggel, vagy hulladék nélküli hashtaggel osszák meg az emberek, és folyamatosan osztották meg a csoportba is, de még a más helyszínén is
hogy éppen aktuálisan hogyan vásárolt a közérben, vagy akár a piacon. A flashmobok nagyon jól sikerültek, összességében végül is a végére két esemény volt. Volt egy a Lehel piacon, Budapesten, illetve Debrecenben a nagy piacon, és összességében 130 ember jött el. Erre az eseményre készítettünk szövet szatyrokat, tereztünk egy támogatót, erre 6000 forinttal támogatott minket, illetve maga a szövet szatyrot gyártó céget megkértük arra, hogy egy kedvezményt adjon, és ő is így beállt ebbe a közvetlenosságba ezáltal, és így le tudtunk gyártani 400 szövet szatyrot. El is fogyott, nagyon hamar. A lényeg az volt, hogy mindenki kapott egy ilyen szatyrot, és legtöbben úgy családosan jöttek, kisgyerekkel, vagy egy fiatal pár, még idősebbek is voltak, és mindenki úgy ment el vásárolni, hogy olyan terméket tudott vett pontosabban a piacon, ami ugye minél kevesebb hulladékot tartalma, vagy egyáltalán tartalmazott hulladékot, és ugye a végén voltak ilyen közös fotózások is, nagyon jól sikerült az esemény, és alapvetően az emberek, ha van egy olyan felület, akár az Andi csoportja, vagy akár ez a könyv, úgy vettük észre, nagyon levőek erre a nyitottságra, erre az újfajta tudatosodásra, és egy jó sűrűt eseményről van szó, amit jövőre valószínűleg fogunk ismételni, de valószínűleg több helyszínen majd országosan. Igazából ez a flashmob azért volt ilyen nagyon érdekes, és ez például egy mérföldkő volt, mert ebből láttuk azt, hogy mennyi embert meg lehet mozgatni valósan, nem csak online, hogy persze én ott vagyok és nyomok egy lájkot, hanem igaziból fogékonyak rá az emberek, úgyhogy így kicsit bátrabban vágtuk bele ebbe a könyvbe. Igen, voltak már olyan jelek, amik arra összönözték Andiékat, hogy ezt a könyvet meg kell írni, ugye ez most el is készült. Mi a következő lépés? Újra nyomás. De most itt kívül, tehát hogy optimisták voltunk, de engem mondjuk letagolzott ez az érdeklődés, tehát hogy gyakorlatilag két van érkeztek meg a könyvek, nyilván az elővételen indult két héttel ezelőtt, de az, hogy most úgy tudtuk összekaparni az utolsó darabokat a raktárból, hogy ide a könyvbemutatóra még félretegyük, mert mondjuk könyvbemutató könyv nélkül azért ez elég jó buli lesz. Tehát, hogy tényleg nem számítottunk ilyen gyors és gyors fogyásra, és nekem nagyon nagy élmény volt, mert én is csomagoltam, Andi is csomagolt egy napot, kénytelenek voltunk segítséget is behívni, hogy minél gyorsabban megkapjátok a könyveket, hogy 5-ös, 7-es, 8-as, 27-es, Szeged 27, tehát hogy rengetegen összefogtak, és tényleg kommunikálnak egymással, tehát ez is jelzi ezt az aktivitást, ami a csoportban is tapasztalható, tehát ugye azt látjuk, hogy emberek valósan beszélgetnek egymással, és valósan együttműködnek, akár egy ilyen postázási költségben is, és most nem azt éreztem, hogy ez feltétlenül csak a költségvonzat. Persze benne volt az, hogy 5 könyv fölött már mi vállaltuk át a szállítás költségei, de nem azt éreztem, hogy 27-en azért álltak össze, hogy akkor most megsporolják az 1800 forintot, hanem azért, hogy ők tényleg együtt vannak, valószínűleg együtt járnak valamilyen életmódváltásban, beszélgetnek egymással, megosztják a tapasztalataikat, és nekik fontos volt, hogy együtt rendeljenek. Szóval ez így jó buli volt. A könyv milyen alapjából készült? Teljes mértékben újra hasznosított. Volt is probléma a készlettel is, tehát amikor már tényleg vértizadva kész volt a könyv, és már leadtuk a rendelést, és már minden, nagyon hosszú egyeztetés volt a nyomdával, és amikor fél nyolckor felhívott a nyomda, ez egy nincs papír, és idén lehet, hogy nem lesz. Akkor és hogy sehol nincs, tehát a papír nagy kertben sincs papír. Nem nálunk raktáron nincs, hanem ők ugye akkor szerzik be, amikor mi már véglegesítjük a rendelést, de már 3,5 hete ment a tárgyalási nyomdával, nem csak árban, hanem sok minden szempontból, és amikor véglegesítettünk mindent és lenyomtuk az entert, akkor fölhív 5 órával később, hogy nincs papír, és idén lehet, hogy nem lesz. Én akkor azt hittem, hogy ez most valami víz, és egyébként lett. És az is például szerintem még kívánivalót hagy maga után, hogy az újrahasznos papír az 28-30%-kal drágább, mint a sima papír. Mert egyébként a könyv teljes, a külseje is, meg a belső papír és belső lapok is teljes mértékben újrahasznosított, és igen, jóval drágább, mint a sima. Lesz eltonikus változat? Lesz. Az mikorra várható? Jövő év elejére.
mindenképpen. Úgyhogy lehet, hogy hamarabb, de most nem szeretnék felelőzni ígéreteket tenni, tehát január-február magasságában. Tehát hogy január 21-ére a találkozásunk első évfordulójára, az szép lenne. És az e-book formájában lehet megvásárolni. Mindenképpen lesz e-book. Úgy tudom, amit lenne még, majd lesz még könyvjutatói. Igen, többfelé lesz, igen. Szolnokon is lesz, ott még az időpont az még képlékeny. Valószínűleg Szegeden is lesz, Debrecenben már teljesen biztosan, már az időpont is megvan, Gödöllön is lesz, ott is az időpont az gyakorlatilag megvan. Úgyhogy sok helyen, most Szombathelyről írtak pont a napokban, hogy oda is szeretnének szervezni, úgyhogy lehet, hogy oda is megyünk majd. Úgyhogy még sok felé megyünk az országban. Ez is önszerveződő körben, tehát hogy ez is nagyon jó, hogy emberek ott megszervezik és hívják Andit. Tehát nem nekünk kell ezt szervezni, nem mindig nem bennénk szívesen, de ezt az önszerveződést és együttműködést én ezt nagyon díjazom. És ezek van a kérdés? Köszönöm. Ott okocsban. Na, de nem mondtam, hogy kérdeztek volna azért. Szerintem is egy jó kezdeményezés mindenképpen, gondolom, hogy van rálátásom a területre, és én azt akartam megkérdezni, hogy ilyen oktatási intézmények irányába van-e nyitottság, mert szerintem a gyerekekkel keresztül lehet ezt a környezettudatosságot jövőre való tekintettel így fejleszteni, ez az egyik. A másik meg az újrahasznosítás, ez többször szóba került beszélgetésben, és hogy lehetne azt önök szerint, mint tudom, hogy akkor szerintetek kidomborítani, hogy azért a jogszabályok, meg a média, meg a piac, meg a gazdaság az a termékek eladásában érdekelt, és erre fordítanak dollármilliárdokat, és nyilván vannak kezdeményezések a világban, amik próbálnak más irányba menni, és hogy itt valami eredményt el lehessen érni, mindenképpen szerintem azt szükséges kidomborítani, hogy ez mitől jobb, mint hogyha az újrahasznosítás irányába megyünk, mert minden abban az irányba vezet, hogy legyen hulladék, és akkor ezt fogadjuk el, és hasznosítsuk újra. Igen. És nyilván ez pénzügyileg is ki van mutatva, ki van számolva, és ebben nagyon sok érdekelt van. Nagyjából ennyi. A nevelés, az első kérdésem ugye az oktatási intézményekkel kapcsolatosan. Több iskolában is voltam már, hívtak osztályfőnöki órákra, környezetórákra, projekt munkákat csináltam, projekt órákat csináltak az osztályokban. Borzasztó nyitottak a gyerekek, tehát nem is gondoltam, voltam kicsiknél, tehát én alsó osztályosoknál is voltam, felső osztályosoknál is, és nagyon-nagyon nyitottak, mindegyik korosztály másképp nyitott, de nagyon-nagyon lelkesek voltak, és meglepően könnyen találtak alternatív megoldásokat, mondjuk egy-egy felvetett hulladékkal kapcsolatos problémára, és hát az egyértelmű, hogy a gyerekek az út. Itt én a saját gyerekeimmel látom, hogy például Pandi, ő ebben nőtt bele, tehát neki ez tök természetes, hogy így élünk. A fiaim, ők bizonyos szempontból tanulták, mert ők már elég nagyok voltak, amikor ezt az életmódot elkezdtük, de ők meg nagyon könnyen alkalmazkodtak, és nem érzik se kellemetlennek, se cikinek, hogyha mondjuk például az iskolába be kell vinniük a saját kulacsukat, vagy ilyesmi. De az látszik, hogy a gyerekek irányából a legkönnyebb ezen változtatni, mert ő nekik ez már egy természetes dolog lesz, és ők ezt fogják majd továbbvinni. A másik kérdésed, hogy ez hogy lehetne erőteljesebben, hát én nekem van egy ilyen utopisztikus elképzelésem, mint közgazdász, hogy a piac meg fogja találni az egyensúlyt. Tehát, hogyha a kis kezdeményezések egyre erősebbek lesznek, és egyre többen elkezdik azt, hogy mondjuk nem kérek nejlonzacskot, vagy nem kérek szívószálat, és ebből egy tömeges mozgalom fejlődik ki, akkor nem lesz szüksége a piacnak mondjuk műanyag szívószára, és akkor nem lesz értelme legyártani. Valahol ez utopisztikus gondolkodás, azt gondolom, de mégis én ezt reálisnak tartom, és ez nem egyik napról a másikra megy, az is egyértelmű.
jogszabályokban biztos, hogy nem fogok tudni én, mint kis ember belenyúlni. Én annyit tudok tenni, hogy elindítok egy mozgalmat, amit reményeim szerint egyre többen fognak követni, és ez meg fogja hozni az eredményét. Én azt gondolom, azért elég jól rátapintott a lényegre, tehát hogy mindenhol hangsúlyozzuk azt, hogy minden kis lépés számít. És én azt gondolom, hogy ez egy szemléletváltás, és kifogásként is nagyon gyakran halljuk azt, hogy az én szívószálom, vagy az én zacskom, vagy az én tüskőröm nem számít, hogy tényleg ez már ilyen közhelyszerű, megjelennek ezzel kapcsolatban a különböző aranyos grafikák is, vagy mémek a Facebookon, vagy bárhol, de ez szerintem ez a paradigmaváltásnak a lényege, hogy mindenki felelősséggel tartozik egyéni szinten. Tehát nem mondhatom azt, hogyha majd a kormány, vagy a világpolitikusai, tehát a még nagyobb politika arra szabályozásra várjuk, nyilván ott is szükséges, tehát hogy de magánemberként a családunkban, illetve közgazdasági szempontból vásárlóerőként igenis szavazunk a vásárlásunkkal, vagy a nem vásárlásunkkal, és lehet befolyásolni, bár azért nagyon ára szembe megyünk még mindig szerintem, mert pont Andinak mondtam, biztos láttátok az utcánkon a plakátokat, amire nem tudom hány 10-100 millió forintot költhetett most egy bizonyos lánc, mert látszik, hogy reklámarcokkal és nagyon nagy felületeken, ugye a gyors, tehát ugye a csomagolt, agyon csomagolt, tehát nem félkész, hanem készterméket, műanyagban, papírban, stb. És nekik akkor a költségvetésük van erre, hogy ezt reklámozzák, hogy ilyenkor meg úgy eltörpülök, hogy akkor mit tehetünk mi. De ugyanakkor végül nem került bele a könyvben, van egy buddhista mese is a kolibriről, aki erdőtűz van és viszi a körében a kis cseppvizet, és a nagymadarak kinevetik, hogy ha, most azt hiszed, hogy te fogod itt eloltani az erdőtüzet, és ő azt mondja, hogy nem tudom egyedül eloltani az erdőtüzet, de ha én azt a kis cseppet megtettem, amit én megtehettem, akkor igazából mindent megtettem, ha pedig nem teszem meg, akkor benne van a felelősségem. Tehát, hogy legyünk ilyen kis kolibrik. És én azt gondolom, hogy nem utopisztikus, hanem teljesen realisztikus, hogy mindenki a saját szintjén kezdje el ezt művelni, és akkor ebből nőhet más is. A gyerekekkel visszatérve pedig a projektóra is nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy a gyerekek minket utánoznak. Egyetért? Vagy nem? Tehát hogy a gyerekek minket utánoznak, tehát nem projektórát kell tartani, és közben meg kinyomtatni 100 oldalanyagot, vagy műanyag zacskóba, vagy műanyag szívószállal bevinni, vagy a földnapját kék lufikkal ünnepelni. Tehát, hogy ezek az abszurditások nekem az iskolában, hogy a földnapja, a híradót néztem, nem tudom, hogy a földnapja volt, vagy a fák és madarak, és bemutatják, hogy pedagógiai céllal kimentek, projektnap volt, stb. Minden nagyon szuper jó volt, tájékozottak, stb. Majd, hogy felhívják a probléma súlyosságára a figyelmet, ezért több száz rupit elelegettek a rakparton. És erre kimegy, tehát hogy ezt felnőttek, kitalálták, végrehajtották, kiment a tévéstáv, és ezt leadták, és ez egyik felnőttnek sem abszurd, hogy ez megtörténhet. És nem a gyerekeket kell tanítani, a felnőtteket kell tanítani, térjünk magunkhoz. Rufit azért veszélyes, Rufi az felszáll, de te meg leesik, vagy leszáll. És amikor az leszáll, de le van eresztve, és valami állat megeszik. Amikor teljesen Magyarországon kimegy egészen a tengerkig, és ott a vízi élőlények ezt megeszik, azt hiszik, hogy valami növényi valami, és megeszik, legyenik, telezik gyomlót, és ettől pusztulnak el. Több ezeret betört, ahol már is bevizította ezt korábban. Tóri, akar kérdezni. Azt lenne a kérdésem, hogy nekem is személyesen az a tapasztalatom, hogy mióta mi is elkezdtük hulladékmentesen élni, vagy ezt az életmódot így bevezetni az életünkbe, hogy ez jóval többről szól, mint arról, hogy csak a hulladékunk lesz kevesebb, és hogy ez ti hogy élitek meg, mi az, amit nektek adott ez a szemléletmód, azon kívül, hogy meg drasztikusan csökkent a hulladékotok, és akár neked személyesen, a családodnak, vagy a könyv kapcsán neked. A magam nevében én azt mondani, hogy az a fajta tudatosság, ami ezzel a szemléletmóddal együtt jár, az korábban még úgy is, hogy én azt gondoltam, hogy hűtött környezetudatos vagyok, ezt meg sem közelítettem. Tehát a mostani, az akkori annyira nagy változás volt, hogy a legapróbb dolgokra is fölkapom a fejemet, hogy
ez, tehát például az ilyen lufi, az lehet, hogy 5 évvel ezelőtt fel sem merült volna például bennem sem, hogy hát ez milyen problémás. Most a legapróbb dolgokkal is már fölkapom a fejem, hogy hát igen, tehát másképp kellene, és mind fokkal körömmel ragaszkodok ahhoz, hogy úgy éljek, hogy úgy éljünk, úgy irányítsam a gyerekeket is, hogy ezek az apróságok is számítsanak. És most jól bele is kavarodtam abban, amit mondani akartam. Iza? Én is csak a tudatosságot tudnám említeni, és azt, hogy ez egy folyamat, és hogy nincs benne megállás, mert egy témával elkezdtem, és akkor ráláttam olyan témát, akár az irodai működésben, vagy akár bármiben, tehát a csomagolásban, stb., ami ezt is meg kellene változtatni, és saját tempóban, meg kényelmesen, de mégis felelősséggel, és én úgy szeretem megváltoztatni a dolgokat a magam életében, vagy a cégem életében, hogy amit megléptünk, onnan már ne legyen visszalépés. Tehát, hogy inkább lépjünk egy kicsit valami változással előre, de hogy amikor azt beállítottuk személyes vagy céges standardnek, akkor onnan nincs visszalépés vagy visszaesés. És ez a tudatosság mindenképpen a folyamatokat is érinti, a cégest is, meg a személyest is. És én ezt láttam, hogy egyre több területre terjed ki. Mert ahogy említettem is, hogyha a környezetünket védjük, akkor már a gyerekeinkkel sem bánunk esetleg úgy, vagy fordítva, hogy a gyerekeimet védem, vagy az én gyerekemet védem, akkor előbb-utóbb elgondolkodom azon, hogy egy kisgyerek, aki azt a pólót, vagy azt a kütyűt gyártja a világ másik pontján, ő is egy embernek a gyermeke, tehát talán őt is kellene védeni, de ha egy gyerekeimet védem, akkor már az állatokkal is másképp bánok, és akkor már lehet, hogy nem akarom megenni az állatnak a kölykét. Meg ilyenek, tehát hogy ez szerintem egy megállíthatatlan hullámot indít el, vagyis világ, vagy nagyon sok téma bekapcsolódik ebbe a folyamatba. És mindenkinek más a személyes hangsúlya ebben, hogy hol, de én azt mondom, hogy nem tudunk a hulladék csökkentésnél megállni, vagy nem ez az élet cél. Szia! Érintőlegesen itt szó volt arról, hogy akkor ez a könyvnek lesz egy második nyomtatása is, de magadat hol látod mondjuk 5 év múlva? Tehát, hogy voltam 3 évvel ezelőtt, amikor elindítottad a blogot, még nem gondoltad volna, hogy ennyien fogunk itt ülni és hallgatni téged, hogy erről az életmódról, hogy hogyan tértél át, de hogy van hova fejlődni? Vannak még újabb célok, vagy most pihenés? Nem, gondolom, nincs pihenés. Vagy nincs a következő. Ez a spirál, ez visz, tehát az, hogy most ez a könyv elkészült, és remélem, hogy nem csak egy második kiadásra lesz szükség, hanem még többre is akár. Ugye a következő az van az elkönyv, azt mindenképpen azon dolgozni akarunk, és hát már most ötleteltünk folytatáson, könyvnek folytatásán. Ezek azért még nagyon kiforratlan dolgok, de azt mondom, hogy még ebben a témában még nagyon-nagyon sok terület van, amiről a regényeket lehetne írni és összeszedni. És hát ami biztosan megmarad, az a magyar viszony, hát hogy lehetőség szerint a saját tapasztalatainkon alapuljon, és a helyi lehetőségeinkhez mérten ki mit tud tenni azért, hogy... És persze az, hogy itt az egyéni felelősségvállalás is ugyanúgy szempont marad a jövőben is. Ezek azok a pontok, amik a legjellemzőbbek a mostani könyvben is, és majd a jövőbeli munkákra, ezt most már inkább munkának nevezni, mint hobbinak. Itt vagyok, mi a következő? Majd itt is lesz egy hölgy. Előbb vannak? De nincs kettőssége, nyugodtan mondja. Bocsánat, se foglalkoztam valaki. Szó volt a könyvi szerzőről, hogy miért más. Bocsánat, ez én vagyok. Miért más, amiket ő megfogalmaz, miért érdemes itthonra külön könyvet írni, de mik a példák, ezért nekem engem, hogy minden más. Például a ilyen nagyon egyszerű dolgok, például a beszerzési helyeknek a listája, az magyar.
a non-profit szervezetek, amik előjönnek a könyvben, hogy kik azok a szervezetek, akikkel együtt lehet dolgozni a környezettudatosságunkon, az szintén mind magyar. Az, hogy mit tudsz tenni, a jogszabályok, ami szintén a könyvben előjön, szintén csak a magyar viszonyokról szól. Tehát igazából minden egyes része arra van kihegyezve, hogy egy magyar ember Magyarországon hogy tud előre haladni ezeket a hulladékcsökkentésben. A napokban kérdezték tőlem azt, hogy kint él valahol országon kívül, nem emlékszem, mert melyik országban egy hölgy, és hogy ezt, szeretné ezt a könyvet, egyébként magyar hölgyről van szó, hogy szeretné nagyon ezt a könyvet, de hogy szerintem ezt tudná-e ott használni. És mondtam neki, hogy alapvetően maga az ötletgyűjtemény, hogyha így fogalmazok, akkor azt bárhol lehet használni. Amit nem fog tudni belőle használni, hogy a jogszabályok azok nem valószínű, hogy ugyanúgy megállják a helyük, sőt biztos, hogy nem ugyanazok a szabályozások, mint itthon, a non-profit szervezetek, a beszerzési helyek, azok megint csak ugye nem, de azokat nem fogja tudni használni, tehát teljesen más ilyen szempontból egy másik országban élni ezt az életmódot, viszont azok a tippek, amik benne vannak, hogy lehet haladni lépésről lépésre, azok viszont ugyanúgy használhatóak bárhol a világon, hiszen ez nem egy ilyen szempontból nem egyedi, inkább csak abban egyedi, hogy én milyen lépéseken jutottam már túl, vagy mik azok a lépések, amik majd előttem vannak.